Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Huvion vagyok. Ebben a videóban most főleg a terítéken a kristályesszencia leadása lesz, ami lehet, hogy nem 2 perc lesz, mondjuk ez így most esett le, mert ugye 3-at adhatok le csak egyszerre, és rendszerint 3-ból 1 sikerül, így a tapasztalat alapján, viszont hát igen, ezt mondjuk elfelejtettem, hogy az 1 órás tolvajkesztyűm még fönt van, amit nem igazán tudok levenni, ugyanis ezt ilyen vasdobozban nyitottam, és mondjuk ezt az 1 órát nem ártana leütni. Hát most több mint valószínűleg nem fogom leütni, hanem mindenképp szeretném azt az eszenciás küldit megcsinálni, úgyhogy most lehet, hogy idézősen pazarlok egy kicsit. Ha már itt vagyok, akkor ezt az 1 csoportot azért gyorsan leölöm, vagy még ezt a 6 percet itt megfejlődöm, mert addig még az XP gyűrűm is megy. Úgyhogy gyorsan kapcsolok egy automata ütés, aztán vagy összejön, vagy nem, vagy kinyírnak, vagy nem. És most Mitsuki nem tudott hozzám csatlakozni. Elvileg, ha ezt leadom majd sikeresen, a kristály eszenciás küldit, akkor jön majd utána ugye a vörös pokolkvarcos, ami lehet, hogy könnyebbnek tűnik, mivel ugye ott csak 20 darab sikerest kell leadni, és egy nap csak hetet, ugye egy nap hetet lehet. Tehát ugye, hogyha mindegyik sikerül, akkor 3 nap alatt meg lehet csinálni, viszont van egy olyan érzésem, hogy ezt még annyira se fogja elfogadni, mint ezt a kristály eszenciát. Közben látom, hogy hoztam be magam a könyveket, meg lélekövet, úgyhogy gyorsan olvassunk is egyet. Az örvény sikerült, egy darab kell M7-esre. A vértezés is sikerült, ez mondjuk nem jó jel, mert eddig 2-ből 2, akkor lélekkör nem fog sikerülni, ezt tuti. A vértezésből 3 darab kell M10-re. A félelem nem sikerült, és a lélekkő pedig szintén nem sikerült. Ezt gyorsan fel is körmölöm magamnak, ugyanis itt vezetem külön, hogy hány darab sikerül, meg hogyan. Ha megtalálom még ma a papírját. Meg is van. Ugye ez volt G2-ről G3-ra, ez volt az első, amit olvastam, úgyhogy ez most nem sikerült. És ebben a pár percben szeretnék egy kicsit Mitsuki csatornájáról beszélni. Ezt majd az információs sávban megint megtalálhatjátok majd az elérhetőségét. Nem tudom, mit szóltok hozzá, azon kívül, ugye, amit én is olvasgattam Mitsuki videója alatt kommenteket, hogy ugye ott elég pozitív volt az egész visszajelzés felé, nagyon sok megtekintést kapott első videóhoz képest, ezen még magam is meglepődtem, és nagyon szurkoltam neki, hogy jól süljön el a dolog. Elég sokan fel is iratkoztatok rá, aminek külön én is nagyon örültem, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megfogadta a tanácsom és átnézett az ő csatornájára, hiszen ezzel mind a kettőnknek azért nagyon jó érzés volt, hogy így beindult a dolog. Azt tudnotok el a C9-ről, mint játékról, ezt Mitsuki is mondta, meg mondani is fogja, hogy ugye az eleje az nem túl, hát nem azt mondom, hogy nem izgalmas, mert nem így fogalmaznék, hanem egy kicsit ilyen talán ilyen vontatottnak mondanám, ugyanis ugye a C9-nél úgy működik, hogy csak 5 darab ilyen klassz van, és 20-as szintől teljesedik igazán ki a karakter, és onnantól kezd így különlegessé válni, és addig elég egyhangú, hiszen kevés képesség van, nem nagyon tudsz mit csinálni, gyakorlatilag csak mész és darálsz, semmi extra. Viszont 20-as szintől kinyílik a világ, és hogyha Mitsukinak sikerül elérni a 20-as szintet, mondjuk pár napon belül tegyük fel, akkor onnantól kezdve a videók is 100%-ig biztos, hogy gondolom, hogy teljesen más irányt fognak vetni, tehát hogyha valakinek eddig is tetszett az első, illetve majd most a második videó, akkor biztos vagyok benne, hogy a későbbiek még annál is jobban fognak tetszeni, hiszen utána már teljesen másfajta lesz. Most nem lövöm le a poént, ő már mondta, hogy mi szeretne lenni, de még pontosan nem, hiszen teljesen felesleges lett volna, mert gondolom sokan nem ismeritek a játékot. De majd meglátjátok, én voltam már azzal a klasszal, amivel ő, és nekem nagyon tetszett. Na nagyjából ennyit a C9-ről, még ezzel most Metinnél járunk, még azért Mitsukiról egy-két szót, hogy tényleg nagyon örülök neki, hogy ez így bejött. Ugyanis ezt mondjuk róla kell tudni, hogy ő sokkal kreatívabb és fantázia dúsabb, mint én, közben kaptam egy 4 AK-s sólyomkarmot, ez nagyon szuper. És mindig is örömmel és élvezettel néztem, ahogy ő így megvágja a videókat, ugye most csinál egy újdonságot, amit még nem lövök le, mert nem tudom, hogy mondjuk valószínűleg az ő videója lesz fent előbb, de mindegy. Hogy tök jó, hogy ő azért tényleg energiát bele tud ölni ebbe az egészbe, vagyis nem is energiát, hanem inkább csak kreativitást. Vagyis hát persze ez energiával jár, egyértelmű. Én mindig is becsültem azokat az embereket, vagy videósokat, akik normálisan megszerkesztik a videójukat. Nem az enyémet akarom ócsárolni ezzel, csak én azért nem tartom magam egyáltalán nagyra, mint videós, akárki akármit mond. Néha kapok ilyeneket, hogy micsoda sztár vagyok, meg ilyesmi, és én azért nem értek ezzel egyet, mert ugye igazából hát nem tudom, nem is nagyon mondanám magam videósnak, hiszen azért én tényleg csak annyi energiát ölök bele, ameddig felveszem a videót és ameddig beszélek. Annak örülök a legjobban, hogy a legtöbbötöknek ez elég.
Ha többre vágynátok, az már lehet, hogy nem jönne össze. Na most a sugás megint elfelejtettem letiltani, úgyhogy heavy elnézést kérek, de még odébb lesz, mire tudok válaszolni. Most már nem fogom letiltani a sugást, mert az kicsit úgy furán venné ki magát. Na az XP gyűrűben még egy perc van. Úgyhogy ettől függetlenül most így lezárásképpen azért túl sokat most nem szeretnék így a Metin mellett beszélni így a C9-ről, de azért egy, nekem is azért egy visszajelzés, hogy mi a véleményetek Mitsukinak a csatornának az elkezdéséről, az, hogy C9-ről csinál videót, ilyesmit. Természetesen minden továbbítok neki, és nyugodtan hozzá is kommentelhettek, csak gondolom, hogy tehát azért vannak olyanok, akik nem nézték most meg az ő csatornáját, de az ő véleményekre is kíváncsi vagyok, hogy ismertétek-e alapból a C9-et, volt-e olyan bárki is, ugyanis nem egy elhíresült játékról van szó, azt tudom, tehát ez nem olyan sokan játszottak vele. Meg hát tényleg így az egészről a véleményetekre én is kíváncsi lennék abszolút. Úgyhogy a komment szekcióban majd egy jó kis beszélgetést ehhez kapcsolódóan kialakíthatnánk, ennek örülnék. Basszus kulcs! Azt a kurva életbe! Na ilyen még nem történt, ez nagyon kínos, ugyanis szegény kismajmom már 52 napos, 52 napja dédelgetem már szerencsétlen, és most vettem észre, hogy egy óra van már csak belőle. Úgyhogy ez a sors keze, ugyanis azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy föl se jövök egyébként, és majd holnap csinálom meg a videót, de aztán valamiért mégis úgy voltam vele, hogy nem szarok, hogy megcsinálom ma. És micsoda szerencs, hogy megcsináltam ma, mert most újraélesztem azt hello, de akkor ugye a napja lenullázódik, és jó, most igazából semmi komoly tervem nincs vele, ami miatt szükségem lenne a napokra, de azért mégiscsak jobban néz ki, hogy 52 napos, mint hogy mondjuk egy vagy kettő vagy ilyesmi. Na, én meg közben akkor lepakolom a cuccokat, hogy meghalljak. Visszamegyek ma egyre, úgy látom a kohó is lefogyott. Én szerintem majd ezt valamikor külön videón kívül elintézem, most a kristály eszencia legyen meg minél előbb. Ja, meg hát mondjuk a proteinsznekket mindenképp veszek, mert a kismajom az szegény megdöglik, és amilyen feledékeny vagyok, tuti elfelejtem, úgyhogy ezt most meg is fogom csinálni. Gyorsan viszonylag piacra, az első proteinsznek, amit meglátok, meg is veszem. Csak addig vissza is kéne jutni, nem tudom, hogy ezeket a felszereléseket le tudom-e venni. Ó, szuper! Az igen! Azt nézzétek! Beleragadtam a földbe! Na mi van? Na, menjünk vissza gyorsan akkor, szaladjunk, aztán rohadtul nem tölt. Úgy szoktam egyébként visszamenni barlangból, ez nem tudom, hogy ki szokott ilyet csinálni, vagy ki se. Egyszer láttam Gábornál, hogy ő visszament lóval. Ha jól emlékszem, akkor Gábornál láttam. Most megmutatom nektek, hogy nekem mi a taktikám. Leveszek minden cuccot, amim csak van. Levettem volna a sisakot is, hogyha nem haltam volna pont meg, de mindjárt leveszem. És amikor kijövök bariból, akkor nagyon-nagyon sietek, hogy ne töltődjön a HP-m. De ugye, ha leveszel mindent, akkor nem is nagyon töltődik, úgyhogy TP-reg nélkül kicsit nehéz. Na, gyorsan fölpattanok a hátasra, vagy lóra, tök mindegy igazából, és ezek a kis vackok, hogyha nincs rajtad semmi, akkor simán le tudnak verni egy-két csoport is. Én általában ilyen kettőt össze szoktam húzni, és akkor ezek így teljesen jól levernek. Mindjárt meglátjátok. Most ilyen 200-300-akat szoktak rám vágni. Valami error van, mert most csak 100-akat, nem tudom, lehet, hogy ezek most pont nem az erősebbik fajták voltak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, gyorsan visszamegyek. Oké. Átzsalok gyorsan CH1-re, és akkor gyorsan veszek egy protein snacket, aztán folytatjuk. No, találtam protein snacket, úgyhogy gyorsan rá is húzom a kis makira. Házi kedvencet nagy lelkesedéssel fogyasztott, tehát igen. Na, közben itt van Heavy is, elnézést kérek tőle egyébként még egyszer, de sajnos most videóban, úgyhogy nem nagyon fogok tudni neki válaszolgatni, és innen is üzenem neki, ha esetleg látna a videót, hogy ugye miután válaszoltam neki, letiltottam a súgást, láttam, hogy többen is észrevették, hogy fenn vagyok. Most nem is az a lényeg igazából, mert nem lenne gond, csak videó után nem fogok már maradni a játékban, mert elég késő van. És ráadásul, igen, tehát alapból úgy terveztem, hogy ma még weboldalt is csinálok, csak az mondjuk elmaradt, úgyhogy holnapra marad. A határidőt egyébként a weboldalra nézve, azt most előre mondanám, ugye az lett volna a norma, hogy legkésőbb 30-áig felrakom a weboldalt. Több mint valószínű, hogy össze is fog jönni, viszont nem biztos, hogy a quizzel együtt, tehát a nyereményjátékkal, ugyanis az a része ugye a legnehezebb idézőjelben, mindenféle lekezelés és egyebek. Maga a weboldal az szerintem már elérhető lesz egy héten belül. De a nyereményjátékra még nem lehet majd regisztrálni. Mivel ugye a weboldal előbb fog megjelenni, mint maga a nyereményjáték, ezért többször is lesz információ erről. Na, közben akkor kezdjük el leadni. Az elsőt rontotta, a másodikat is rontotta, és a harmadikat is rontotta. Ez mondjuk nem egy túl jó arány igazából, most rohangáltok tényleg oda-vissza, és azért nem két méterre van Sohan.
És akkor ugye rögtön az első hármat rontotta, tehát ez így nagyon jó, nem, nagyon nem egy jó felállás, inkább egyet elfogadott volna, annak nagyon örültem volna, de most már mindegy. Majd, hogyha végeztünk ezzel a kristály eszenciával, ha egyáltalán elfogadja ma, de az a baj, ráadásul rájöttem, hogy a legtöbbször nem is dobálja ki rögtön, hanem ilyen fél órákat kell ölni, mire egyáltalán bármi történik, tehát hogy egyáltalán droppolnak, de jól emlékszem, akkor még három darab kell. Hát igen, ezt nem gondoltam át elég jól, meg lehet, hogy nem ilyen későn kellett volna ezt megkezdeni, de mindegy, most már azért megpróbálkozok vele, aztán max, ha nagyon nem jön össze, akkor elhalasztjuk egy másik alkalommal, mondjuk C1-ről lehet el kéne jönnöm, még szegény gépen úgy for, mint az állat. Egyébként elmondom, hogy aki látta Mitsuki videóját, ugye a C9-est, láthatott engem is, ugye Pentatrix néven, ugye én ott egy sámánt kezdtem, és pár mondatba elmesélném azért az én C9-es történetemet, tényleg csak pár mondatba, hogy ugye én annak idején évekkel, nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, talán egy-két évvel a Metin indulása után, tehát ilyen 2010-11 tájéken valahogy így, vagy várjunk, lehet, hogy még előbb, lehet, hogy a Metin előtt, nem tudom, szerintem még általános iskolába jártam egyébként, de nem vagyok benne biztos, nem akarok hazudni, nem tudom. De az a lényeg, hogy az egyik akkori osztálytársam, és egyben legjobb barátomnak is, a Close Beta-ra volt ingyenes kulcsa, ilyen, hát akkor még nem tudom minek nevezték, de szerintem valami kulcs volt. És abból volt neki 5 darab, és az egyiket nekem ajándékozta, én annak idején le sem akartam tölteni, de elmondom, letöltöm és megnézem. És hát egy baromi jó játék volt, csak ugye az akkori gépemen irtozatosan akadt, még minimum grafikán is, mondjuk ez nem nagyon riasztott el igazából az egésztől. Játszottunk elég sokáig, de hát nem értettünk a játékhoz, nem nagyon voltak akkor még magyarok, meg ilyesmi, úgyhogy elég veszett fejszínnyele volt a dolog. Abba is hagytuk egyébként nem sokkal később, aztán egyszer, évekkel később úgy döntöttem, hogy megint elkezdem. Akkor már viszont csatlakoztam egy nagyon nagy magyar klánhoz, az egyik legnagyobb, sőt a második legnagyobbhoz a szerverem, mert volt egy vetélytársuk, vele nem tudtak sajnos vetekedni. Ott rengeteg embert megismertem, 0-24 TSS-eztem, a fülem begyulladása is egyébként többek között onnan ered, ugyanis tényleg nem tudom hány hónapon keresztül 0-24 csak a fülembe lógott a telefon és folyamatosan csak TSS-eztünk. Eljutottam 62-es vagy 63-as szintig, akkor még csak 65 volt a max, tehát elég közel voltam ahhoz, hogy kijátszom a játékot, viszont egyre több klántársam kezdte abba hagyni, a vezérünk is abba hagyta, és így tovább, és így tovább. Én úgy emlékszem, hogy emiatt hagytam abba én is. Majd ugye Mitsukival újrakezdtük, még másfél-két évvel ezelőtt talán, nem sokkal azután, hogy megismerkedtünk, és igazából ott meg az volt a baj, hogy eljutottunk, ugye, amit ő is mesélt, hogy eljutottunk 60-as szintig, és ott kicsit már uncsivá vált, igazából semmi célunk nem volt, ami volt is, az meg annyira nehéz volt, hogy ketten nem tudtuk megcsinálni, de ismeretlenekkel pedig nem akartunk játszani, főleg úgy, hogy igazából angolul beszélni jól tudó emberek elég kevesen vannak, tehát a legtöbben mindenféle más országból vannak. Most nem feltétlenül orosz, meg lengyel, meg ilyesmikre gondolok, hanem csak alapból olyan emberekre, akik nem feltétlenül tudnak angolul jól. Azt tudni kell egyébként a C9-ről, hogy kisgyerekek, idézőjelben tudom, hogy sokan kritikusok a kisebbekkel szemben, én most nem azért mondom nektek, de fiatalabbak nem igazán játszanak egyébként, tehát például a klán, amiben benne voltam annó, ott talán én voltam a legfiatalabb ilyen 14-5-6 évesen, és mindenki más már ilyen 20-30, sőt a klánvezetőnk például 45 éves volt, vagy nem tudom, hogy hány. Úgyhogy társaságot elég könnyű találni, és ugye hát a mentalitás is teljesen más abban a játékban. Úgyhogy most ez egy ilyen kicsit ilyen fizetésmentes promó volt igazából a játékról, szóval én csak azt tudom súlykolni, amit Mitsuki mondott, hogy nyugodtan próbáljátok ki, hát ha valakinek megtetszik. Azért ti, a mi nézőink azért még abban a korosztályban vagytok szerintem, hogy bőven tudtok több lábon állni, tehát nem okoz gondot az, hogy egyszerre több játékkal játszotok. Élő például ott van pár ismerősöm, meg mondjuk öcsém is, aki ugye egyszerre tud akár 2-3-4 játékkal is játszani egymás mellett, mármint úgy, nem egyszerre, hanem hogy egy kicsit játszik ezzel, egy kicsit azzal, egy kicsit amazzal, tehát szerintem megéri mindenképp elkezdeni, úgyhogy jó lesz az. Mitsuki csatornáját pedig tényleg ne felejtsétek el meglátogatni. Ezt még mondogatni fogom egy darabig, remélem, hogy nem haragszatok megérte, de tényleg én is nagyon lelkes vagyok, hogy ezt így ő elkezdte. Azért ha belegondolunk, hogy a csatorna már lassan ugye egy éve megy, július 13-án egy éve, és mit tudom, egy kezdés után egy hónappal már ugye mondogattam neki, hogy azért jó lenne valami közös dolgot összehozni minden, és ugye a nyereményjátékoknál, meg néhány ilyen dolognál ugye részt is vett ő is, ugye kooperatívan működtünk, de igazából olyan gameplay rendes nem nagyon volt igazából. Persze olyan volt, amikor közösen esetleg ő is beszélt, vagy ilyesmi, de hát mivel ugye nem az övé a porond, ugye én szeretek sokat beszélni, vagy mit tudom én, ezért ugye ő nem nagyon tudta úgy kiélni magát. És most ugye ez remek alkalom arra, hogy megismerkedjen ő is ugye a YouTube-bal, a videózással, a játékkal, stb.
aztán meglátjuk, hogy mi sül ki tényleg véglegesen a dologból. Én remélem, hogy ez a színvonal, amit most tőletek kapott, így ezzel az első videójával ez megmarad, legalább ez, mert ez tényleg nagyon boldogá tenni őt is, biztos, hogy sokkal nagyon jobb, szenvedélyesebben csinálna, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és hát azért nekem is tényleg nagyon jó érzés. Na, most már tényleg ennyit erre, most már ez a videó már lassan arról szólt, de azonban, hogy tényleg annyira örülök neki, hogy ez, hogy csak ez jár a fejembe. De viszont ez a kurva kristály eszencia, már ne is haragudjatok, nem akar kiesni, viszont ha ilyen tetű lassú lesz, akkor lehet, hogy ezt most nem fogom most megcsinálni, hanem lehet, hogy most videón kívül mindenki vissza kell mennem mapegyre, mert be kell vásárolnom, mert se olvasni, se semmit nem tudok. A kohót is kéne vennem, bioszt leadni és egyebek. Aztán lehet, hogy visszajövök ide, aztán berakom automata ütésre, leadogatom a kristály eszenciákat, hogy már csak egy darab kelljen. És akkor holnap vagy valamelyik nap, amikor tudok majd videózni, akkor meg ugye azzal folytatjuk. Csak hát sajnálom ez az egy órás kesztyűt, ezt nem voltam elég nem gondoltam meg eléggé. Ezt még valamikor szerintem tegnap raktam föl, de tegnap nagyon sok időm volt játszani. Játszottam, ugye egy órát játszottam, mármint egy játékidőben. Többet ültem gépnél, csak nem játszottam egész végig. És hát én azt hittem, hogy simán jó lesz az, hogy majd ma ugye akkor leütöm a maradék egy órát, még a videó is belefér, stb. Csak ugye nagyon elszámoltam magam, mert a melóval is egy kicsit később végeztem, aztán még dolgom is volt. Intéztem a weboldalnak ugye a feltöltését, már elkezdtem intézni elméleti szinten, hogy egyáltalán lehessen hova feltölteni. Aztán ugye Mitsukival is videóztunk. Ja igen, tényleg erre akartam kiugodni. Na jó, akkor még ez a záró gondolat, basszus, emiatt kezdtem bele az egész sztoriba a C9 miatt, aztán ezt az egyetem mondtam el. Ugye sokszor hangsúlyoztam már nektek, hogy én nem játszok egyszerre több szerveren vagy több játékkal. Ezt tudnotok kell, hogy én azért kezdtem a Mitsukival igazából a C9-et, mert ugye azért a kezdetnél nem rossz az, hogyha van egy társa az embernek. Meg hát amúgy is szívesen elkezdtem bele, hiszen hogy akkor segítek neki is, legalább én is tudom, miről van szó, tehát hogy a videózás közben valami infóra van szüksége, akkor legalább tudom aktuálisan, hogy miről van szó, és nem az, hogy értetlenkedek, hogy most ezt én sem tudom, vagy ilyesmi. Elég sok újítás is van, tehát azért a kezdet az nagyon könnyű most már, tipikusan ilyen Metin 2 szindróma, tehát hogy ugye annak idején tényleg szenvedni kellett még a 20-as szintért is, most meg olyan cuccokat kapsz, hogy röhögve kiviszel egy dungeon-t, azért régen 5-ös szinten megszenvedtél. De arra akarok kiukadni, hogy attól függetlenül, hogy most elkezdtem a C9-et, több mint valószínűleg nem fogok azért annyira húzamosabb ideig folytatni, legalábbis a karaktert, az elején még biztos. Egy elég érdekes karaktert kezdtem el, és jó lenne, lehet azért a 20-as szintet szeretném elérni, hogy legalább akkor én is be tudjam mutatni nektek, hogy az a klassz az milyen, hogyha valaki elkezdi, akkor tudjak neki is tippet adni, és akkor ő is tud esetleg olyat kezdeni, ha megtetszik neki, de nem valószínű, tehát nem tartom túl valószínűnek, hogy maxosig ki fogom húzni magam teljesen. Jobb szeretném, hogyha ugye Mitsuki egyedül csinálna, és akkor is felfedezni a játék rejtelmeit, mert azért azt tudni kell, hogy annak idején, amikor ketten elkezdtük, azért igencsak én voltam a mérvadó, tehát szegény Mitsuki igazából csak csinálta, amit mondtam, de nem nagyon értette. Ugye a Metin is ez volt egyébként annak idején, hogy azt sem tudta, milyen cuccok kellene neki, mert mindent én intéztem. És azért ez nem túl jó dolog, mert lehet, hogy élvezed a játékot, de ha nem értesz hozzá, akkor az úgy nem túl jó. Tehát, ja, ilyesmi. Úgyhogy én több mint valószínű, hogy a 20-as szint az még meg lesz, azt jó lenne meglépni. Az talán még érdekes, de nem tudom, hogy utána folytatni fogom-e, az még kiderül. Meg hát nem tudom, ti mennyire lennétek egyáltalán vevők mondjuk egy közös játékra, vagy ilyesmi, amikor ugye mind a ketten beszélünk és egyebek. Ezt mondjuk neki mondjátok és ne nekem. Csak hát ilyesmi. Na jó, akkor viszont én úgy látom, hogy körülbelül Shotspec kb. 10 percnyi ütés után, kicsivel kevesebb, mint 10 perc, egy darab se esett ki, úgyhogy én azt mondom, hogy akkor ezt most fejezzük be, mert tök feleslegesen csinálom én ezt, igazából csak a gépen for fel, mint a hülye gyerek. Visszamegyek mapegyre, a BIOS-t még leadom, és a BIOS-nál fogok szerintem elbúcsúzni, azt még szeretném, ha megnéznétek. Ha jól emlékszem, akkor 5 darab kell már csak. Egyébként, ha most visszaszaladok, de se veszem a cuccokat, most visszaszaladok Szellemerdőbe, nem tudom, milyen messze vagyok. Visszatartok Szellembe, és akkor onnan meg teleporttal elmegyek, azzal talán egy kicsit gyorsabb, mint így a mapegyre visszasétálgatni, ha már egy oroszlánom van. Csak lehet, hogy föl kéne, nem teszem fel. Ja, meg CH1-re is vissza kéne menni közben. Reméljük nem állt meg annyira. Jaj. Na hajrá. Szuper. Egyébként az egyik videóm alá ugye kérdezte valaki, milyen processzorom van, ugyanis ugye én két dologra panaszkodok igazából a gépemnél, a processzorra és a Winchesterre. A Winchester az pontosan nem tudom, hogy milyen, de arra emlékszem, hogy amikor a hozzáértő barátom segítségével megnéztük,
akkor másfélszer rosszabb, mint egy rossz minőségű asztali PC-s Winchester. Nem tudom, mennyi az olvasási sebessége, de ilyen azt hiszem 2000-rel kevesebb, mint mondjuk egy normál asztali PC-s gépnek. Ez volt az egyik, viszont a processzort meg abból gondoltam, hogy állandóan maxon pörög. Tehát konkrétan alig nyitok meg pár alkalmazást, sőt most konkrétan mondjuk csak a Metin megy, meg a videó felvevő, és mégis a processzorom állandóan maxon pörög, pedig egy i5-ös 2,5 GHz-es 4 fizikai és 8 logikai magos processzorról beszélünk, ami elvileg ugye a kommentelő szerint sem egy rossz széria, és mégis csalódnom kell benne, és nem tartom kizártnak, hogy a Winchester visszafogja, mert ugye a Metin is a célom, igazából csak egy darab Winchesteren van, egy 1 terrás, és hát nagyon, tehát ki kéne próbálni, hogy megy SSD-vel, mert lehet, hogy az SSD akkorát dobna rajta, hogy hirtelen minden jobb lenne. A melegedésre nagyon értem, persze egy laptop melegedjen, főleg egy olyan laptop, amin játszanak sűrűn, de az én laptopom konkrétan már úgy fölmelegszik, hogy valami borzasztó, tehát hihetetlen. Úgyhogy ezt már talán egy kicsit túlzásnak érzem, tehát konkrétan lefő a kezem, amikor rárakom a VSD-hez. Na mindegy, én már pedzegettem Mitsukinak, hogy majd szülinapomra egy SSD-t kérek, de hát a szülinapom még odébb lesz majd ősz közepe tájékán, úgyhogy addig még sok víz lefolyik a Dunán, főleg a nyár egyébként, amikor alapból mondjuk egy kicsit fontosabb lenne, de hát sajnos anyagilag nem úgy állunk, hogy megtehessünk mondjuk egy 20-30 ezer forintos SSD-t, és az is még ugye a leggagyibb fajta idézőjelben, tehát az ilyen 100-200 gigás, de hát az nekem ugye az kevés nagyon a projektjeim meg egyéb dolgok miatt. Na, akkor elérkeztünk a videó végéhez, amikor leadom a jéggömböket, ahol sikerült, és már csak 5 darab jéggömb kell, ez nagyon jó. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a játéknak egyébként, hogy ennyire jól elfogadja a jéggömböt, hihetetlen egyszerűen. Tehát konkrétan majdnem minden jéggömböt elfogadott eddig, a 15 darabból, vagy a 15 darab sikerült eddig, szerintem max 20-at, ha leadtam. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jól olvas, hogyha valakit érdekelestek, akkor keresse vissza a videóimnál. Nem olvas, tudom, hanem elfogadja, tehát hogy nem olvad el a jéggömb, amíg ezen az 1 méteren odaadom a biológusnak. Na, viszont akkor nagyjából ennyi lett volna most, ez egy ilyen kicsit hozzám képest rövidebb videóra sikerült. Aztán a kristály eszenciákat meg mondom, majd így autóvadászatot gyűjtögetem, aztán majd kihozunk belőle valamit. Mindenképp videóba szeretném leadni, hiszen ugye a jutalom az... Hát ha annyira sok XP nem is, mert megnéztem egyébként a jutalmakat, de attól függetlenül egész jó jutalmak lesznek, csak még nem akarom lelőni a poént. Na, de akkor itt a vége, hogyha nem tettétek még meg, akkor nézzetek fel Mitsuki csatornájára mindenképp. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, aztán találkozunk legközelebb is, ahol már remélem, hogy akkor sikerül a kristály eszenciás küldőt leadni. Sziasztok!